Köszöntöm nézőinket, Molnár Pállal, a Városgondosság vezetőjével beszélgetünk, hiszen aki ma járt a főtér környékén, látta, hogy mindenféle munkások dolgoztak, és gajaztak, és fákat vettek ki. Mi is ez most pontosan, miért volt erre szükség? Így igaz, nagy tisztelettel köszöntöm én is a televízió nézőket. Minden évben a fák nyugalmi időszakában indítunk egy olyan programot, hogy a kiöregedett és egészségügyileg kivágásra ítélt fákat kivesszük, vagy éppen meggaljazzuk. Ennek apropójából és annak az apropójából, hogy a EON is elkezdte a fák gajnak levágását, azoknak a gajoknak a levágását, amelyek a vezetékekbe lógnak, az elektromos vezetékekbe. Ezen apropóból, hogy itt van az a vállalkozó, aki ezeket a munkákat el tudja végezni, ugyanis nekünk nincsenek olyan gépeink, amelyek a 4-5 méteres fák gajét le tudja vágni, vagy éppenséggel ki tudja ezeket a magasságú fákat venni. Ebből az aspektusból kiindulva mi is ezt a munkát elkezdtük, és folytatni szeretnénk az elkövetkezendő néhány napban. Természetesen a fák kivágását egy nagyon szigorú és összetett vizsgálat előzi meg. Megnézzük, hogy milyen egészségügyi állapotban van, milyen korú a fa, és hogyha úgy ítélik meg a szakemberek, hogy vágásérett vagy balesetveszélyes a fa, akkor kivágásra kerülnek. Tudjuk-e már, hogy hány fát fognak kivágni, és mennyit fognak ültetni helyette, hiszen azért azt tudjuk, minden évben el szoktam mondani, hogy nem ugyanannyit, hanem sokkal többet szoktak visszaültetni. Így igaz. Törekszünk azért arra, hogy ne egyszerre vegyük ki azokat a fákat, amelyek már nagy fák, ugyanis ez mind nyomasztólag hatatna esetleg a város lakosságára, valamint mi sem tudnánk esetleg olyan nagy mértékű fakivételt pótolni. Lombozattal darabszámra tudnánk, lombozattal nem tudnánk pótolni. Természetesen ez alól kivételt képeznek azok a fák, amelyek ki vannak száradva, de vannak olyan egészségügyi problémával rendelkező fák, amelyek még valamilyen szintű lombozatot hoznak, viszont nagyon kockázatos ezeknek a fáknak a meglét, ugyanis emlékszünk rá, hogy viharos időszakok voltak már a város életében, és nem egy baleset is volt, de országosan is nagyon sok ilyet lehet hallani, ezt viszont természetesen szeretnénk elkerülni. Visszatérve a kérdés, hogy hány fát szoktunk minden éve kivenni, átlagosan egy 30-40 fa kerül kivételre, és a tavalyi évet tudom mondani példaként, 400 darab fát ültettünk ki a közterületre, amelyet most is szeretnénk folytatni. Az elmúlt testületülésen is felvetette, hogy a közútkezelő megint elkezdi a fákat vágni a városban, hiszen a Kisújszállás úton erre már volt példa, akkor kérte a hivatalt, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy csak tényleg az olyan fákat vágjak, amelyek veszélyesek a közlekedésre. Tud-e már erről valami újabb információt mondani? Igen, olyan információ van, hogy a közútkezelő újra meg fogja vizsgáltatni szakemberekkel azokat a fákat, amelyeket kijelölt, ugyanis véleményünk és a mi szakembereink véleménye szerint abban vannak olyan bejelölt fák, amelyeket ki akartak vágni, amelyek még nem vágásérettek, és az egészségügyi állapota sem olyan, hogy ki kellene venni. Ez is bizonyítja azt, hogy nagyon figyelünk és nagyon óvjuk a fákat. Természetesen csak azokat a fákat vágjuk ki és vesszük ki, amelyek veszélyesek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!